A munkálatok 2023-ban kezdődtek. Elvégezték az épület vízszigetelését, a külső vakolat javítását, a homlokzat festését, a nyillászárok és ablakpárkányok cseréjét, felújították az északi torony sisak fedését, valamint kifestették az épület belső tereit. Nagyon nagy öröm számunkra ez a mai délután, ez a mai ünnep. Hosszú évtizedek után sikerült az elmúlt két évben kívülről és belülről felújítanunk, megszépíteni a belvárosi Jézus Szíve római katolikus templomot, és ezért adunk ma hálát egy ünnepi szentmise keretében, illetve kerül sor Májer Mihály nyugalmazott megyés püspök atya által a templom megáldására. A templom felújítása, mind a külső, mind a belső felújítás Magyarország kormánya által nyújtott támogatásnak köszönhető, amit szívből szeretnénk megköszönni, mert végre méltó módon és nagyon szépen nézhet ki újra ez a templom, ami városunknak eddig is a szíve volt, és most örülünk, hogy megújult pompájában ragyoghat. A templom 1757-ben épült, eredetileg egy tornyú és Szent László tiszteletére szentelték fel, majd alig 200 év elteltével Dombóvár lakosságának gyarapodása szükségessé tette a bővítést, amelyet 1949-1950-ben teljesen átépítették, és megváltoztatták a titulusát is, így lett Jézus Szíve templom. Ezen kívül azért a helyi közösség összefogását is jelenti ez a mai ünnep, hiszen a tér úgy lesz igazán méltóvá a megszépült templommal együtt, hogy a templom téren található, itt a templom előtt található Szent Háromság szobor is restaurálásra került. Ez a hívek kezdeményezése volt, és a hívek, illetve helyi vállalkozók adományának köszönhetően nagyon szépen restaurálták, és ezt a Szent Háromság szobrot is avathatjuk, illetve megáldja a püspök atya, úgyhogy örülünk, hogy így tényleg az egész tér komplett módon megszépült a középpontjában a templom épülettel és ezzel a szoborral. A június 4-én bemutatott koncelebrált ünnepi szentmisén Májer Mihály nyugalmazott megyés püspök fontosságát hangsúlyozta annak, hogy a felújított templom nem csak külsejében szép, hanem szépé teszi a lelkünket is, hiszen a templomban az érték mindig az ember, az emberi lélek. Dombóváron egy plébánia közösség működik, de három templomunk van, ahol rendszeresen vannak szentmisék, vasárnaponként, illetve hétköznap is alkalmanként. Ugye a város, így tehát azt lehet mondani, hogy a város katolikus lakossága az hát időnként ide, időnként oda, de mindegyik templomba eljár. Ezt a templomot, ami nem kis templom, nagy örömünkre szolgál, hogy majdnem teljesen megtöltik. Ünnepeken megtöltik, de a vasárnapokon is majdnem megtöltik a hívek, úgyhogy sok hívő jár rendszeresen, és ez nagy öröm számunkra, hogy a Covid okozta megtorpanás után sem fogytak el, hanem visszatértek az emberek, és hétről hétre össze tudunk jönni.